Nos, rácok, itt tartunk olyan 2-3 nap játék után. 12 óra 29 perc van a játékban, és igazából itt azt mondja, hogy 4 csillagom van, de szerintem 5, csak az utolsó csillagot itt éppen lenyúlták tőlem. Hát ez látható, hogy ez volt az utolsó save, ez meg valószínűleg egy ilyen sign out save. Vagy hát nem pontosan értem, hogy itt mi a franc történt. De mindegy, legyen ez. Igazából bejöttem ide, és tehát itt 4 csillagot mond, de ez a 4 csillag, ez már nem 4 csillag, hanem 5 csillag. Csak itt ellopták tőlem a... Kijöttem a házból. Legalább még egyszer láttam, hogy azok mit dumáltak. Mert ezt természetesen megint nem olvastam el, bár lehet, hogy már nem fogja kiírni, mert ugye itt is 4 csillagot mutatott. Tehát itt kijöttem a házból, és ezek ellopták tőlem ezt az 1 csillagot, vagy hát elvették. Itt a szélén volt egy ilyen kijárat a tengerpart felé. Igen, és annó itt nem jelent meg semmi, tehát gondolom most itt summonálunk valami vízi szörnyet. Igen, dobjuk be a csillagot, az kijön a giga szörny. Szóval nekem elvileg már 5 csillagom van. Majd mindjárt kiderül, hogy ezt most vissza tudom-e kapni, vagy sem, de ez nem tűnik úgy, hogy egy teljesen szükségtelen mellékága lenne a történetnek. És nyomunk egy törzsi táncot. Hűha! Hűha! Na most mi van? Wow! Ez csúnyának tűnik. Nem tudom, miért nem látom én ezeknek a HP-ját. Ugye sokat sikerült sebeznem. Ne szívassál már, hogy egyikkel se sikerül a speciális sebzés. Mennyit sebez ez? 20-at? 50-et? 100-at? Hát az egyiknek elég csúnyán besebzett. Rohadt életben már! Ezen nem lehet extra sebzést, vagy ennyire béna vagyok? Lehet, hogy nem lehet. Bajos lesz, mert elég sok izémet eladtam. Elég sok kajámat. De lehet, csak béna vagyok. Can't block. Azokat imádom, azokat a támadásokat, amiket nem lehet blokkolni. A jó anyádat sebzel ilyen 45-öket, hülye vagy? Hát itt viszont már lassan szükséges lesz valami tápanyag. Ja, de a felhőnek elvileg van ilyen... ilyen ennek nincs. Jó, hát várjál, van ilyen Ultra Fireball. Hát ez nevetséges. Na ezért mondom, nem kellenek ezek. Tehát az alap sebzést kell szarrá boostolni. Többet sebzek simán. Na ezt például... Nem. Hanem Special. Starrain. Nem ezt akartam, hanem HP Rain. Hát nézzük meg, ezt még a büdös életben nem... Ja, hogy ez nem, azt hittem, jó? Azt hittem, hogy ez területre ható lesz, tehát, hogy mindenki gyógyít, de nem. Ezt még soha nem használtam, tehát fingam nincs, hogy mennyit fog gyógyítani. Maxra. Hát ez legalább korrekt. Ja, jó. Persze. Hát végülis egyel olyan jól boldogultam eddig. Egyszerűen nem bírom ezt a rohadt speciálisat elcsípni. Na, ez most nem volt rossz. Na jó. Na, jobban állnánk, hogyha nem lettem anyádat. Nem lettem volna eddig ilyen béna. Ezzel most valamiért nagyon nem megy. Na jó. Ennyi volt? Ne viccelj, hát csőbéna voltam. Jó, és akkor most 2 csillagot kapok? Mert hogy egyet lenyúltatok. Hú, most nem is tudom, kinél hagytam már a dupla XP boostert. Igen, ezt vettétek el az előbb. Köszi. Akkor ez most 5, de most kapok még egyet? Most nem pontosan értem, visszakapcsoltam a 8 bites zenére? Vagy a mostani is ilyen szar?
esküdj jobb a régi. Na jó. Hát akkor menjünk tovább. Ő itt egy kulcs, nézd meg. Nincs meg a kulcs? Ezt már mondtam korábban, és aki nem érti, hogy miért vagyok ilyen hülye, úristen, kukacmenny.hu, keressen rá YouTube-on, aztán bepuppant. Nem maga volt a Fiderikusba? Ne szórakoztatom én itt magam. Ez kicsit ilyen shitty flute. De nem kicsit. Fú, jó, tényleg próbálom nem bántani, de őszinte leszek, kezdi kiverni egy picit nálam a Nintendo a biztosítékot, tehát sürgősen nem kezdenek el dolgozni a srácok, kurva mérges leszek, már bocsánat. Mindegy, végigjátszuk hősiesen, megveszünk az összes Nintendo játékot hősiesen. Semmi baj, srácok, tegyetek bele 10%-ot, az is elég, nem kell törni magatokat. Mi a francot akarok most csinálni, várja. Térkép, igen. Egy kis shitty flute, ta-ta-ta-ta. Ide kell jönnöm a városba, eddig is itt voltam. Esküdj, komolyan mondom. Megmentettem a zombi fejeteket. Most már nem vagytok ilyen élő halott kretének. Di-di-di-di-di-di. Béke testvér, neked is béke. Mit keres itt a Retexis? Esetleg dobálhattok pénzzel, vagy gombákkal, vagy mit tudom én, fegyverekkel, bármivel. Van túl sok ruhát, nem sikerült nagyon cserélnünk a játék során, ilyen 2-3-at kb. Isten, ez a zene. Ez ilyen barázdákat karcol az agyamra. Wow, flower box. Fantörpikus. Akkor adjuk oda a princesznek. Ne hőzöngjetek, menjünk tovább. Jó, tehát akkor jelenleg úgy nézünk, hogy 5 darab, ugye? És akkor van még 2. Hol is mutatja ezeket? Save-nél szokta, most nem mutatja. Na, akkor viszont nézzünk itt térképet, hogy merre az előre. De elvileg még mindig itt van dolgunk. Hello, mondjad, mit kell csinálni. Na jó, megint az egy béka papához. Állandóan benyomom megszokásból ezt az alvás gombot, nem sok szükség van rá, de mindegy. Kipihentük magunkat, menjünk egy mentésre, mert legyőztük ezt a nyomit. 12.36, 5 csillag, szuper király. Tele vagyunk pénzzel, nem mintha lenne rá szükség. De kivel kéne még itt csacsognom? Itt is ilyen bolond zombik voltak. Most tényleg sokkal értelmesebbek. Wow! Na, ez a Lucky Hammer, ez egész jónak tűnik. Minusz 40. Ez mi az Isten? Jó, akkor ezt megvesszük. És hozzárendik Mario barátunkhoz. Ez közt nem kell, mert egy szar. Ez ott van. Ezt hozzárendeljük a felhőcskéhez. Szuper! Ezt a Pinocchiohoz. Ezeknek meg... No, ez az. Ezt a princeszkéhez. Fantörpikus! És még mindig van 8700 pénzünk. És nem adok el semmit. Itt csak fegyvert tudok? Igen, eladni. De hát lehet, hogy a régi szarakat el kéne adni. Azok, hogy nem tudom melyik. De mondjuk ezt tudom, mert ez mínusz 30-at jelentene. Kőkemény 10 pénzért eladhatom. Ez mínusz 20-at jelentene. Tehát valószínűleg nem ezek vannak rárakva karakterekre.
meg eleve úgy látszik, akkor szerencsére van annyi esz, hogy nem is mutatja nekem azt, amelyik rá van rakva egy karakterre. Hogy még csak véletlenül se adja el. Jó, tehát ez volt a fegyverbolt, akkor te meg a ruhabolt leszel? Igen, úgy is lehet nevezni. Hát, egyelőre ezek itt kb. Semmit nem érnek. Nem értem, hogy miért nem lehet valami kicsit combosabb szerkót kapni. Jó, hát köszönjük. Akkor ez ennyi. Remek, akkor még ez is ez a bolthoz tartozik? Nem, ez valami... Ó, a világi bűnöző bolt. Ja, hogy ez valami szerencsejátékos kis bűnöző. Jó. Majd akkor, ha tudok, szerzek olyat. Kösz, elég sok tallérom van. Továbbra is itt van dolgom? Igen. Jó. Hát akkor majd mindjárt kitalálom, hogy micsoda. Itt már voltam. Boltba voltam. Hello, Jucika. Hoppá, hoppá. Hoppá, hoppá. Na, ez mondjuk jól néz ki. Ez is jól néz ki. És egyébként ez a Zoom Shoes, ebből csak egyet vehetek? Nem rossz szerkó. És ez mit csinál? Speed up 10. Hát akkor azt lehet, hogy nem tudom kinek kéne. Felhőn. Hát a princeszen gyógyít a legtöbbet, csak a princesz az offline most jelen pillanatban, de hamarosan úgyis csapattag lesz, rátoljuk a princeszre. Ha csak egyet enged. Igen, Peach. Nem, enged többet is. Királyság, hát mindenkinek veszünk egy ilyet. 100-ba kerül csak, hát szinte ingyen van. Hát mondjuk a 10-es speedekkel nem tudom mi értelme. A felhőnek még... Felhőnek még mást is ad. És akkor ennek a kettőnek mindegy, most 200-on az nem nagyon fog múlni, úgyhogy vegyük meg. És akkor még a Bowsernek is vegyünk egyet, szegény, ne maradjon ki a sorból. Bowser barátom, nagyon jó, ez most mindenkinek 1000 millió mínusz az egyéb. Köszönjük, semmi más nem kell. Ja igen, csak az a baj, hogy... Ugye most ezzel ezt az immunitás dolgot is buktuk, de jó, mondjuk mindegy, mert ha ilyen speeden van, akkor nagy eséllyel minden kört én fogok kezdeni, és jó eséllyel mindenkit megölök, mire támadna. Tehát nem nagyon kell az immunitással foglalkozni. Most jó lesz az egész rész ilyen, shopping rész lesz, majd azért próbálok sietni. Csak hát, hogyha már itt felszabadítottam őket az ilyen agyhalott állapotból, akkor jó lenne. Hát ilyenek nekem nem kellenek. Általában az szokott lenni, hogy tele vagyok. Na jó, hát gondolom itt valakivel trécselni kéne. Volt ez a polgármesteri hivatal, vagy micsoda? Hát itt már voltam. Igen, innen már eltűnt mindenki. Ezzel beszéltem már. Állj már meg! Jó, hát akkor mondjuk kiszaladunk ide, hát ha itt lesz valami csoda. Továbbra is ide mondja a feladatunkat, úgyhogy akkor gyorsan megkeresem, hogy mi lehet az. Na hát itt ebben a főső házban beszéltem a papival, és akkor az útba igazított, úgyhogy itt megint a szokásos valakivel beszélni kell, hogy tovább mehessünk.
és elvileg ide megnyílt az út. Vov, hát mentsünk egyet. Nem mintha rég mentettünk volna. Ez mi a fene? Jaj! Aha. Super funny. Jaj, ez véletlen volt. Hát ez szuper vicces lesz, hogy itt ki kell lőnöm magam mindig. Hát ez nem nyer. De miért? Jó van, itt ezt a három adag farkas gyorsan lezúzzuk. Hú, ez ilyen kicsi zép. Páncélos hangya. Jó, most az a jó, hogy megint új fegyverem van, és megint nem tudom, hogy hogy kell boostolni. Hát nem így. Can't block. Pukkadjál meg. Nem olyan rossz azért ez. De van még két farkas. Kinél van most a izé? Lehet, hogy azt is kicseréltem? Azt viszont nem szeretném. Nagy eséllyel ugye most kicseréltem a zoom shoes-t. Aha, az nem jó. Melyiknek rosszabb a szitúja? A princesznek. Úgyhogy erre rátoljuk az XP boostert. Ez még jó, hogy észrevettem. Na hát itt végigverem ezeket a gyíkokat, aztán majd utána folytatjuk. Wow, itt ez a növény is ellenségnek számít. Diszkrét sebzéseim vannak. Jó, ez a ismétlő feature. Jó van, komoly küzdelmek. Hú, és ez a 34 XP szor 2, az 68-at a princesznek, az már szimpi. Gyertek, gyökik! No, hát elvileg kinyírtam az összes ilyen gekkót itt a dombtetőn. Szaladunk tovább. Ezeket a kevésbé izgalmas harcokat azért most már zömében kivágom a videókból, hogy ne kell mindenkinek ezzel várnia, vagy ezt végigvárnia. Wow! Na jó, itt is kinyírom az összes méhecskét, mert az is jó XP nekem. Na ez jó, végigvertem itt a darazsokat följöttem a dombtetőre, hogy így mutasson egy nyíl. Hogy ugorjak le. Wow! Akkor az lehet, hogy egy titkos boltos. Sky Bridge. Wow. Aha. Akkor az valami titkos út lesz. Há, hogy ne akarnám megpróbálni. Five coins. Rohadj meg. Nagyon jó. Nem vagyok túl heavy. Jó lesz nekünk a normál. Jahogy, jahogy! Azt nem közölte, hogy ilyen is van.
két seggét, hülye állat. Nem akarok. Köszönöm, nekem elég egy sima reward. 5 coins. Ez tök jó, adtam 5-öt, visszakapok 5-öt. Ennek fantasztikusan sok értelme volt, nem fogom itt fárasztani magam pénzért, mert tele vagyok pénzzel. Azt hittem, valami más lehet itt nyerni. Jó, ez mind szép és jó, csak lett volna egy másik út is, szerintem, ott ki az erdőből, és nem az a felső. És ha ebből bemegyek, akkor visszalő az elejére? Nem. Jó, hát szeretném megnézni a másik utat is, mert ez franc se tudja, hogy ezzel most mit érek. Aha, igen, itt mentem-e fölfelé, és ha nem fölfelé megyek, hanem erre jövök, akkor ez a lenti út. Oh, jó, hát ez szuper, együtt küzdöttem a darazsakkal, így is fel tudtam volna jönni. Szuper király. Jó, és ez a barlang, ez semmi leginkább. Jó, és akkor ott jön az a sivatagi rész. Jó, hát szerintem akkor ez most egy, nem volt annyira eseménydús epizód, elnézést, de viszont hosszúságban szerintem már van annyi, hogy tovább lépjünk a következőre, úgyhogy akkor innen fogjuk folytatni itt a sivatagi résztől, itt mentek egyet, és akkor ez lesz a következő epizód eleje.